Székesfehérváron ismertette pártja programját a közelgő parlamenti választások előtt Türmer Gyula, a munkáspárt elnöke. A politikus a minimálbér, a nyugdíj felemelését és a szépkorúak ingyenes gyógyszerellátását szorgalmazza, illetve határozottan elutasítja a soros tervet. Nem elég adni és elvenni. A magyar társadalom stabilitása mellett a helyünket is a világban meg kell találni. Meg kell védeni Magyarországot, mi ellenezzük a migrációt, ellenzünk mindenfajta beavatkozást Magyarország belügyeibe. Nem Soros Györgynek kell eldönteni, hogy ki legyen a magyar miniszterelnök, hanem ez a mi dolgunk, a mi felelősségünk. Magyarországnak versenyképes, fejlődőképes országgá kell válni. Veres Péter a párt országgyűlési képviselőjelöltje a 2. számú választókerületben programjában közlekedési és közlekedésbiztonsági feladatokat fogalmazott meg. 74 óta élek Fehérváron, illetve Fehérvár melletti településen. Amióta itt élek, azóta a 81-es út állandóan probléma. Veszélyes, keskeny, és az utóbbi 25-30 évben viszont megsosszorozódott a forgalom rajta. Ennek az országútnak a szélesítése, modernizálása feltétlenül szükséges lenne. A munkáspárt aktivistái egyetértettek abban, hogy a választások eredménye hitelesítheti és stabilizálhatja hazánk helyzetét az Európai Unióban és a világban.